Besenyei szobor, a nyíregyházi evangélikus nagytemplom, a bokortanyák és Bárány Frigyes művészeti tevékenysége, többek között ezek az értékek kerültek be a nyíregyházi települési értéktárba, amely folyamatosan bővül, és most már 25 értékkel rendelkezik. A város büszkeségeit a nyíregyháziak az Értékes Esték programsorozaton is megismerhetik. Úgy gondoljuk, hogy meg kell ismertetni mindazokat az értékeket, amelyek bekerültek az értéktárba, remélve, hogy példát és mintát mutatnak arra, hogy minél több gyarapodó értékünk legyen. Az Értékes Esték vendége most Bárány Frigyes volt. A 85 éves művész életéről, pályájáról nemrég könyv is megjelent. A színművész most régi emlékeiről mesélt a közönségnek a művész stúdióban. Felelevenítette gyermekkorát, színészi pályáját és a művészi pályával, szerepeivel kapcsolatos gondolatait is megosztotta az érdeklődőkkel. A jó szerep az, ami játszható. Fantázia van benne, elindítja az én és a rendező fantáziáját is, tehát föl lehet építeni, eljut valahonnan, valahová, tehát van egy íve, de ha se íze, se bűze, se nem, csak ott van és mondja a magáét, hát szóval a rossz szerepet jobban tudnám definiálni, mint a jót, mert hát a jó az attól jó, hogy aki írta, az mester volt, vagy zseni, mondjuk, mint Shakespeare és Molière esetében, tényleg azt lehet mondani, hogy kérem, aki egy Molière szerepet nem tud eljátszani. A nyíregyházi települési értéktár folyamatosan bővül. A bekerülő értékekről a városlakóktól várják a javaslatokat.